Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a frissen megjelent Acme 2022-es katalógusából fogok nektek szemezgetni, és megnézni, hogy milyen számomra érdekes hazai vonatkozású modellek találhatóak a katalógusban. Kezdjünk is hozzá! Tartsatok velem a videóban, és nézzünk bele a katalógusba! Először is szerintem számomra a legérdekesebb dolog az a MAV V63-as, ami nem is akármilyen verzióban, a 021-es pályaszámú gép ollós áramszedővel fog a Modelland Hobby külön kiadásában megjelenni. Ötödik korszakos modellként ez szerintem egy nagyon keresett gép lehet, hiszen ugye eddig valahogy az ötödik korszak kimaradt, egyedül a 138-as gép volt az, ami korábban kiadásra került ebből az időszakból. A 21-es egy nagyon jó kis választás lehet, gyakorlatilag bármilyen ötödik korszakos szerelvény elé illeni fog a jármű, legyen az akár tehervonat, személyvonat, Intercity vagy Eurocity. MÁV vonalon kiadásra kerül az Intercity kocsiszett, ami tartalmaz kettő darab rába felújított Intercity kocsit és egy darab Bautzeni étkezőt. Ugye már a 2020-as katalógusban is meg volt hirdetve, ez azóta se került kiadásra, remélhetőleg az idén ki fog jönni ez a szett. Amit vele kapcsolatban sajnálok, hogy külön Intercity kocsi, ezek a rába Intercity kocsik nem kerülnek megjelenésre, csak ebben a három darabos szedben lehet őket ismét megvásárolni. Sajnos egy elég szerencsétlen választás így ebbe a három darabos szedbe ezt kiadni, ugyanis így nem lehet belőle összeállítani egy komplett szerelvényt. Ugye legalább még egy másodosztályú kocsi kellene hozzá, ugye első osztály, étkezőkocsi és két másodosztály, ez volt a legrövidebb verzió, amiben ezek a szerelvények jártak. A katalógusban szerepel még egy KAV kocsikból álló vonatszett is, Dráva Intercity névre hallgat, hát nem tudom, hogy nézték-e az Acme-nál a kis videómat, de pont ilyen vonatszettet raktam össze én is, ugye hát én nem csak Acme kocsikból, ugye nálam NMJ kocsi is volt benne, de ez a vonatszett egy nagyon klasszikus kis 2000-es évek elejé Intercity-t modellez le. Ugye egy első osztály, egy Bautzeni étkező és kettő darab másodosztály, egy termes és egy fülkés másodosztály van a szedbe. Szintén ötödik korszakosra írják, ugye hát 2002-ben volt nagyjából ez a szerelvény összeállítás ebben a vonatban, úgyhogy várhatóan ezek így fognak kinézni. Ami ugye érdekesség, hogy itt a klasszikus mávos festésben vannak ezek a kocsik. Egy ilyen szerelvény élére tökéletesen illik az MTB csörgője, vagy ugye az Acme-nak a frissen bejelentett 5. korszakos gigantja is, úgyhogy lesz mivel húzni a szerelvényt. Az Acme a Hungária Eurocity utolsó szettjét, azt amit elvileg tavaly kellett volna, illetve tavaly előtt kellett volna megjönnie, ezt is benhagyta a katalógusba, hát remélem nagyon, hogy ez meg fog érkezni, ugye ez a szett tartalmaz egy másodosztályú termes KAV kocsit, illetve ugye a német mozgássérült bicikli szállító termes kocsit is. A klasszikus MÁV feliratos modellek ezzel véget is értek. Nézzük azonban meg, hogy milyen olyan járművek vannak még a katalógusban, amik nem MÁV plecsnivel rendelkeznek, de mégis van valamilyen hazai vonatkozásuk. Először is a Smetana Eurocity nevű szett a cseh vasutak felségjelzésével. Ugye ez egy olyan Eurocity, amiben szintén ugye a cseheknek a Dunakeszin felújított Intercity kocsijai vannak, illetve található benne Bautzeni kocsi is, ez egy sima fülkés kocsi, illetve ugye a podgyászteres jármű, valamint a étkező kocsi. Ezek a kocsik bejártak azért Magyarországra is szép számmal, 2000-es évek környékén, felhasználhatóak akár egy Jaroszláv Hasekben, akár pedig egy Adi Endre nemzetközi gyorsvonatban is, szóval ennyi hazai vonatkozása van ennek a szettnek is. Aztán ott van az Anton Dvořák nevezetű szett, ez ÖBB kocsikból és egy cseh étkező kocsiból áll. A cseh étkező kocsi szintén bejárt ugye hazánkba a 2000-es évek környékén, illetve ugye ezek az ÖBB folusek festésű kocsik, ezek szintén felhasználhatóak, akár egy Lehár Ferenc Eurocitybe is például. PKP vonalon egy Eurocity 104-105 Sobieski nevezetű szerelvény összeállításunk van, ez egy négy kocsis szett, ami gyakorlatilag megegyezik a hozzánk a 2010-es évekbe bejáró Hortobágy
Eurocity vonattal, egy első osztály és 3 darab másodosztály kivitelben érkezik a szett, sőt, már meg is érkezett a boltokba, be is lett árazva. Ehhez a szethez igazándiból akár egy kaf étkezőkocsit hozzácsapunk, akár itt az oldalon alatta található PKPIC-s étkezőkocsit, gyakorlatilag megvan a Hortobágy Eurocity-nk, egy Taurus vagy egy V63-as, természetesen 6. korszakos kell elé, és kész is a szerelvényünk. Van nekünk egy Spree Alpen Express szerelvény összeállításunk is. Ez azért érdekes, mert gyakorlatilag ugye 3 darab Halberstadti kocsit találunk benne, illetve 1 darab Mitropa hálókocsit. Ez majdnem, hogy kiadja a klasszikus Saxonia vagy favorit nemzetközi gyorsvonatot. A szerelvényben található 2 darab fekvőhelyes és 1 másodosztályú kocsi, ehhez még hozzá lehet rakni egy félpakli kocsit, illetve egy első osztályi vagy egy első másodosztályi kocsit, és meg is kapjuk ezt a 90-es évek elejének nagyon meghatározó balatoni vonatát. Tovább lapozgatva van egy Nightjet szerelvényünk is, szerencsére itt nem ilyen nagyobb szerelvény pakkot dobott össze az ACME, hanem ilyen 2 kocsi szettenként árulja ezt a szerelvényt. Ennek ugye annyi magyar vonatkozása van, hogy láttam már ilyen Nightjet kocsikból kiállított Railjet pótlót a keleti pályaudvaron. Nem egy gyakori vendég nálunk ez a kocsitípus, de esetleg akár még bele is férhet magyar vonatkozásba. RegioJet kedvelőinek, ugye ez a RegioJet is bejárkál manapság hazánkban, a déli pályaudvarig közlekedik a szerelvényük, van egy 2 darabból álló szett, mondjuk elég érdekesen osztott el az ACME, mert van 1 darab kocsi, amit külön meg lehet vásárolni, illetve egy 3 darabos szett, ezekből gyakorlatilag kirakható egy 4 kocsis szerelvény, esetleg még hozzá lehet venni még plusz 1 darab kocsit, akár a másik gyártótól, például a Picotól, vagy esetleg a Rokótól, és akkor megvan egy 5 kocsis szerelvényünk, elé pedig mehet valamelyik bérelt Vectronja a cégnek. Mozdonyok tekintetében, ami még érdekes lehet, az a Cseh Állami Vasúttársaság teherszállító részlegének a 363-as sorozatú mozdonya. Ezek a mozdonyok elég gyakran megfordulnak hazánkba, rendszeresen továbbítanak különböző tehervonatokat. Ugyanennek a mozdony típusnak a ZSSK verziója pedig Blonsky festési sémában szintén megtalálható a katalógusban. Ezek a mozdonyok a keleti ország részben továbbítják, manapság jellemzően a Hernád Intercity vonatot Miskolcig, illetve a helyi kis személyforgalomba is beforognak. Szintén megtalálható a katalógusban a Halberstadti kocsik első osztályú, illetve másodosztályú kivitele, ezek külön megvásárolható kocsik, és a 1 darab Bautzeni étkező, tökéletesek mondjuk a Spree Alpen Expresshez kiegészítve, és akkor lesz egy nagyon szép kis favorit vagy Saxonia nemzetközi gyorsvonatunk. Ezek mellett a katalógusban megtalálhatóak még az ÖBB-nek klasszikus Folusek festésű első osztályú, másodosztályú paklikocsijai, külön megvásárolhatóak ezek a járművek. Igazándiból 2 féle verzió van, az egyik az SGP forgóvázas, a másik pedig a Fiat forgóvázas verzió a katalógusban. Nagyon jó, hogy ezeket most így nem csak szedbe lehet majd kapni, mint például a Rokónál, hanem külön megvásárolhatóak lesznek ezek a járművek. Szintén külön megvásárolható kocsikként az új upgrade-ig festésű ÖBB flottából gyakorlatilag egy nagyon szép palettát kifogadni a ZACME, VRMZ, étkezőkocsi, első osztályú AMZ kocsi, DMS pakli kocsi, BCMZ kocsi és egy első osztályú pakli kocsi is kiadásra kerül. Emellett ugyanennek a típusnak a C1-es festési variánsú verziója is szintén kiadásra kerül, külön megvásárolható kocsinként. Benne van a katalógusban a Bolgár Vasutaknak a fekvőhelyes kocsija is, ez korábban is benne volt a katalógusban, nem tudom, hogy ez valaha megjelente már, vagy nem, de készleten még nem nagyon láttam eddig sehol. Szlovén vasutaktól fogunk kapni, remélhetőleg meg fog jelenni, 2 darab klasszikus Gosza Y kocsit, egy másodosztályú és egy első másodosztályú kocsit. Ezek a kocsik a Citadella nemzetközi gyorsvonatban például nagyon jól felhasználhatóak. A Cseh vasutaktól fogunk kapni külön is kocsikat, lesz egy másodosztályú Bautzeni Z2-es kocsi, lesz egy félpodgyász kocsi, szintén Z2-es kocsi, illetve remélhetőleg meg fog jelenni a
hálókocsi, a VLAB ME Nybert festésben, ugyan sajnos még a szürke tetővel, de hát ő is már egy ideje benn van a különböző katalógusokban, remélhetőleg idén meg fog jelenni. Emellett a szlovák vasutaktól gyakorlatilag kapunk egy teljes, komplett Metropolitan Eurocity szerelvényt, illetve olyan kocsikat, amikből össze lehet rakni. Első osztályú, másodosztályú, emellett még egy VRRM étkezőkocsi is található. Illetve egy háromkocsis set, amiben szintén három darab különböző pályaszámú másodosztályú kocsi található meg. Ennyi lett volna a katalógus. Én ezeket a járműveket gondoltam így egy picit jobban megnézni benne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!